ajánlott. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Dajka László, a Budapest Honvéd egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözöllek én is, és köszöntöm a nézőket! Most ugyebár nem edzősködsz sehol, futballoz annyi között van, hogy hetente lejársz régi társakkal kispályán futballozni. Hát ennél azért sokkal több közöm van a futballhoz. Annyi, hogy természetesen én is azért még mozgok és lejárok ide-oda saját korosztályomhoz egy kicsit mozogni, mert erre szükség van. Igen, tehát egy ideje nem edzősködöm, mert úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretnék normális helyen dolgozni, nagyon szeretnék normális munkát kapni, ahol esetleg minden teljesítményt lehet produkálni. Az igazság, hogy alsóbb osztályú megkeresésem volt, megmondom őszintén. És inkább úgy vagyok vele, hogy várok egy kicsit, és szeretnék egy olyan lehetőséget, amiben esetleg ki tudok bontakozni. Tehát összességében ez lenne a lényeg az egésznek, meg azért ez mellett el kell, hogy mondjam, hogy én tavaly ősszel is kint voltam Spanyolországba egy hétre. Most februárban is kimentem egy hétre Spanyolországba, tehát keresem a megoldást mindenféleképpen, de ehhez egy hosszabb műsor kellene, ahhoz, hogy érinteni tudjam azt, amit én tapasztaltam, meg hogy körülbelül a magyar edzőknek, és akkor jelen pillanatban nálam vannak nevesebbek, meg kevésbé nevesebb edzők Magyarországon. Magyar edzőknek borzalmasan kevés esélyük van. Egy olyan ország felé mondjuk, mint Spanyolország, ezt azért kell, hogy említsem, mert mondjuk spanyolul nagyon jól beszélek, tehát arra nyitok, arra próbálok menni, amerre azért a nyelvet beszéli az ember. Tehát végül is a labdarúgáshoz a játékon kívül azért van közöm, meg nagyon szeretném, ha a lehető legrövidebb időn belül több közöm lenne hozzá. De egyelőre ez nem sok. Egyelőre nem. Azért gondolom, nézed a meccseket, magyar futballmérkőzéseket is nézed, azért gondolom, nem csak a spanyolt. Természetes, tehát azért én egy kicsit úgy vagyok vele, mint ahogy, ha jól emlékszem, az egyik, nem mondom, hogy nagy öregünk, hanem rutinosabb, idősebb edzőnk mondta, Csank János, hogy azért nekünk, legyünk tisztában azzal, hogy nekünk a magyar futballunk, ez a mi futballunk. Uh-huh. Tehát azért ezt én is nézem, és azt mondom, hogy vannak jó mérkőzések. Ilyen volt szerinted a Újpest-Ferencváros mérkőzés, amit végül is a Fradi megnyert? Igen. Ez itt most ne keverjük bele a Chelsea-Arzenált, vagy a Real Madrid-Barcelonát, vagy valami, mert ez egy kicsit összezavarta a mi országunkat, ez a rengeteg külföldi közvetítés, és azok a stadionok, a nézőszám, stb. Maradjunk a saját országunknál. Én azt mondom, hogy ez a mérkőzés iramában, és időnként egy-egy olyan 10 perc, negyed óra volt, ami futballban is, bármilyen mércével mérve, élvezhető mérkőzés volt. Igen, tetszett? Nekem nem. Hát, ha már itt tartunk, ami jó mérkőzés volt, meglepődtem, az a Debrecen-Győr 2-2-re végződött mérkőzés. Az sokkal jobban hasonlított a futballmérkőzésre, mint amit a Megyeri úton az Újpest-Fradi játszott. Két különböző mérkőzés volt. Így van. Tehát én lehet, persze, egy kicsit más szemmel nézem a dolgokat, mint te. Tehát két különböző mérkőzés volt. Tehát az első mérkőzés, azt mondom, hogy hajtásában, agresszivitásban, egy-két taktikai húzást figyelembe véve, én azt mondom, hogy az átlagnál jobb mérkőzés volt a Ferencváros-Újpest. A Debrecen mérkőzés a Győrrel, ott pedig len azt mondom, hogy itt-ott gyorsan elkezdtek potyogni a gólok, ez adott lendületet a játéknak, mind a ketten fölvállalták a támadójátékot, a Debrecen és a Győr is, és azt mondom, a végén összességében egy igazságos pontosztoskodás született, de azon a mérkőzésen abban igazad van, hogy két nagyon szervezett csapat találkozott,
lendülete volt a játéknak, mind a kettő fölvállalt mindent. Én kicsi különbséget látok a két mérkőzés között. Látod, a Fradi megindult. És már két győzelem. Hát inkább úgy mondanám, ezek szerint akkor mégiscsak beérik ez a német edző? Hát a Ferencvárost egy kicsit messzebb is lehetne indítani, mert itt azért itt volt Moniz is, most itt van a Dol, és hogy mondod, a Ferencváros beindult. Ezt olyan furcsa nekem hallani. Most egy picit, ha mi időnk vissza. Mert inkább valahol azt kellene olvasni, hogy úristen, hosszú évek után megtorpant a Ferencváros. Mert azt szoktuk, hogy a Ferencváros az be van indulva mindig. Tehát igazából én azt látom ezeknél a csapatoknál, ahol, és itt kénytelen vagyok azért ezeket kimondani, ezeknél a csapatoknál, ahol külföldi edző megfordul, illetve van, lásd, itt volt Moniz. Annyi időt kapott, amennyi időt kapott, nem kevesebbet, sőt szerintem többet, mint bármelyik magyar edző. Most érkezett a Dol, azt hiszem nyitott 4-5 nyeretlen sorozattal, aztán ott van a másik oldalon a Videotonál Gomez. Tehát összességében azt mondom, hogy egyik külföldi edző sem tud olyat produkálni, amire a magyar edzők fölkapnák a fejüket, és minden mérkőzésén ott lennének, és azt kellene, egyet fizette, és azt figyelnénk, hogy úristen, ez hogy csinálta, ez mit csinált, stb. Sőt, én azt mondom, hogy például itt van a Dol is. Elindult ez a 4-5 meccses nyeretlenségi sorozat, és azt olvasom, hogy a Dol nyilatkozza, nem jöttek a győzelmek, és már ideges volt ő is, hát mert miért, ne ez a mi szakmánk. Ide kellene 4-5-6 minőségi labdarúgó. Hát ez a Ferencváros a magyar viszonyokhoz képest igenis minőségi labdarúgókból áll. Most, hogy jött két győzelem, milyen érdekes, mintha kezdene megszépülni minden, már akkor mégse kell annyi minőségi labdarúgó. De hát minőségi labdarúgó ugyanúgy ott volt a Moniznak is, ugyanúgy ott van Székesfehérváron a Videóton minőségi labdarúgókkal, megfelelő anyagi háttérrel. Tehát igazából rövidre zárva ezt az egészet, én azt mondanám, hogy itt Magyarországon nagyon kevés külföldi edző tudott még alkotni. Ez egy érdekes közeg a miénk, ezt nagyon-nagyon meg kell ismerni, ezt nagyon-nagyon meg kell tanulni és meg kell szokni, és nem mindenkinek adatik meg az az idő, hogy ez rendelkezésére álljon, hogy meg is tanulja, meg is szokja, bele tudjon szokni, amit kell átalakítsa, mert azért közben azért a mi szakmánk az olyan, hogy azért eredménycentrikus. Hát igen. Szerinted a kecskeméti 3-1-es vereség után marad még a Videóton edzője? Hát, egyes hírek szerint most már nem lehet tovább elodázni ezt a kérdést. Én úgy gondolom, hogy itt mérlegre kell tenni most valamit, mert a nemzetközi szereplés is veszélybe került. Tehát nem, hogy bajnok esélyes, hanem a nemzetközi szereplés is veszélybe kerül, illetve került. Itt a mindenkori vezetésnek el kell dönteni, hogy ezt a szezont 7 mérkőzés, azt hiszem, végigviszi a Gomez, és mindenféleképpen megpróbálnak olyan pozíciót elérni, ami nemzetközi szereplést jelent, vagy pedig azt mondják, hogy ez így nem fog működni, és akkor azonnal lépnek. De én gondolom, hogy egy ilyen külföldi edzőnek a felállítása a kispadról az nem annyiba kerül, mint egy magyar edzőjé. És ezért gondolkodnak sokáig rajta. Mindent át kell gondolni, pontosan így van, hogy ez maradjon nyárig, megérje, de összességében úgy érzem, hogy Székesfehérváron nyáron ott komoly változások lesznek. Ez az én magánvéleményem. Paks MTK 1-3, és azért emelem ki, mert egyesek szerint akkor itt eldőlt, hogy a Kaposvár mellett a Paks lesz a másik kieső. No, még pontszámban még a MTK is, meg a Mezőkövesd is kieshet, főleg, hogyha ma este ugye Kaposvár megveri Mezőkövesdet, de sokan úgy látják a mutatott játékforma alapján, hogy a Paks fogja a Kaposvárt elkísérni az NB2-be. Hát, ha a szereplést nézzük, tulajdonképpen a Paks az, aki egyetlen mérkőzés sem nyert. Jó, elindult a szezon.
azt hiszem nyert a Mezőkövesd, és Puskás Akadémia is nyert meccseket. Igen, igen, igen. Tehát egy pár ponttal mindenki elindult, az MTK is nagyon fontos mérkőzést nyert meg. Torgelével jó hozzást csináltak. Igen, igen, igen. Sanyi teszi a dolgát, ott a ügyes kis futbolisták között ő időnként nagyon fontos láncszemnek tűnik. Azt mondom, hogy én a Paksot továbbra sem értem. Tehát én személyesen, mint szakember, a Paksi játékos állományát még véletlenül sem tartom kiesőnek. Sőt, én egy nagyon erős középcsapatnak tartom. Még csak... igen, ott valami nem működött. Ott valami nem működött már a Horváth Ferivel sem. Én úgy gondolom, hogy neki nem kellett volna menni, maradni kellett volna, tehát ami a Feri körül is zajlik, az is érdekes dolog, de ez most nem ide való téma. Aztán ott azért gondolom, hogy a vezetőség a Csertői Aurea mellett döntött, egyenlőre nem jönnek az eredmények. Ha az eredmények nem jönnek, akkor az Aurea ideges, látom, hogy ő is már sokszor úgy fogja vissza magát, és nem akar indulatból nyilatkozni. Biztos megtesz ő is mindent, de ott valami úgy gondolom, hogy nem működik, nem látok be a háttérbe, de ott van egy olyan keret, válogatott keret labdarúgókkal, uh-huh. és az mellett még tehetséges fiatalokkal is. Sőt, ahol... ott egy paksi játékos, ott van a Spitzel, a gólövők élét, tehát ugye? Igen, a Simon Attila. Simon Attila, így van. Tehát végülis azért mondom, hogy az nem egy kieső állomány, így fogalmazott nem csapat, nem kieső állomány, de valakinek ki kell esni, abba biztos vagyok, meg ki is fog esni. Ennek a Paksnak valamilyen körülmények között el kell kezdeni gyűjteni a pontokat, meg komoly gondba kerülhet. Egy biztos, hogy az utóbbi egy év, elmúlt fél év, ez a fél év valahogy nem jó döntések születtek, vagy vezetőségi szinten, vagy más szinten, de... De most Zsinórban ugye nem tudtak nyerni kiesési rangadó meccsen. Ugye Kaposvárral x-eltek, most ugye az MTK-tól kikaptak. Ugye akkor ki az, akit meg fog verni egyáltalán akkor a Paks? Hát ez egy érdekes dolog. Én most már olyan feszültséget látok ott a csapat körül, és olyan feszültséget látok a Csertő Aurójában is, egy-egy mondatát olvasva, egy-egy nyilatkozatát, hogy ha ott most, ebben a pillanatban nem az egység lesz az úr, csak így lehet menekülni, hanem ott megbomlik esetleg edző-játékos kapcsolat, vezető és edző között megromlik kapcsolat. Ha ez megtörténik, akkor menthetetlen a Paks. Ott csak egységes, egy gondolkodással valahogy úgy kell összerázni azt a csapatot, hogy mert gondolom, minden bent héten maradjon. Most is úgy vágnak majd neki, hogy leülnek, átbeszélik, és minden játékos bólogat, igen, akkor mostantól egy egység leszünk, és te mégsem az lesz a pályán. Ezt láttam ilyet sokszor. Igen, 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 igen. Erről nyilatkozik valahogy a Csertő arról, hogy én másképpen fogalmazok finomabban, tehát nem elég jó versenyző típusok a játékosok. Ez a Paks szerepelt azért jól, én úgy gondolom, hogy ott válogatott keret játékosok is vannak. Edző kérdés, hogy nem úgy szerepel, vagy? Nem tudom, nem látok be ott a színfalak mögé, hogy mi történik. Egy biztos, hogy tökéletesen tudjuk, hogy minket az eredmények minősítenek. Te mit csináltál Békés Csabán? Tudom, hogy mit csináltál, milyen eredményt értél, csak azért kérdezem, mert nem is olyan régen, hogy Pásztor Józsi, a Békés Csabaiak ikonja, ugye ünnepelte a 60. születésnapját, és ebből az apropóból ugye nyilatkozott különböző újságoknak, sportnapilapnak is, és ebben nem lett ugye megnevezve név szerint, de olyan, mintha te rád utalt volna, de majd elmondod, hogy igen vagy nem. Ugye azt mondta, hogy érkezett egy edző kívülről, és szétzavarta a csapatot, és telerakta külföldiekkel. Ezért úgymond ott van, ahol van a Békés Csaba, továbbra is állom az NB1. Békés Csabai... Várj, te vagy az edző, aki ezt a Békés Csabai érkezett? Dolgot, hogy ez lassan egy éve történt, illetve már annyira vissza kell mennünk ebbe az egészbe, hogy
Nem szívesen teszem, de tökéletesen igazad van, hogy ebben az újságcikkben meg lettem szólítva. Te rád, persze, de a bandira, a gomjáti bandira nem volt. Előttem nem volt, utánam nem volt, tehát meg lettem szólítva, és én azt mondanám csak erre, hogy nekem ez kellemetlen, nem tudom, hogy ez a Józsi szájából hangzott el, vagy így hangzott el, vagy ez át lett egy kicsit írva, másképp jelentek meg ezek a mondatok, ilyen dolgok, hogy az ő előtte lévő évben lévő csapatát, ami tulajdonképpen 40 millió forintból gazdálkodott, az szét lett zavarva, meg ehhez hasonló vélemények. Én csak erre annyit tudok mondani, hogy amikor én érkeztem, senkit nem küldtünk el, jóval jobb anyagi körülmények közé kerültünk, többször is emeltük a prémiumot, ott maradt mindenki, aki ott volt, ezt be tudom bármikor bizonyítani, hoztunk külföldre játékosokat, és előtte is, meg már máskor is a román játékosok sokaságát, meg románoznak, meg külföldiznek Békés Csabán, és ennyit, csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, egyetlen román labdarúgót hoztam, az is 10 éve Magyarországon futballozott, azt úgy hívják, hogy Szorin Botis. Az a mi csapatunknak magasan a legjobb embere volt. Őszi elsők voltunk 3 ponttal, senkit nem zavartunk el. Fél évkor ment el 3 ember, 3 olyan ember, aki hónapokon keresztül sérülésekkel bajlódott. Érkezett 2 kolumbiai játékos, bocsánat, érkezett még ezen kívül 4-5 román játékos, hogy azért tegyük tisztába ezt az egészet már végül is. Még egyszer mondom, egyedül a Szorin Botist hoztam. Ezekkel a játékosokkal, mind a többi román játékosokkal a Pásztor Józsi tárgyalt. Az ő javaslatára ment ő ki, velem együtt megbeszélve. Beszélt a játékosokkal, idehozta, és természetesen az én beleegyezésemmel, mert nem rossz futballisták voltak, oda kerültek a csapathoz, hogy erősödjön a csapat. Ezért nem értem ezt az egészet. Aztán nagyon furcsa nekem a Józsi, mert ebben a cikkben ismét nyilatkozik, azt hiszem a 8. helyen álltak, amikor a cikk volt, hogy nagyon nagy szükség van ismét 5-6 minőségi labdarúgóra. Azóta, mióta ezt kimondta a Józsi, akkor 7-2-re nyertek Cegléden, aztán megint rúgtak 3-at, megint rúgtak. Most nyertek 3 meccset egymás után, 10 fölül rúgott góllal. Tehát tulajdonképpen a Józsi ledegradálta a csapatát, azóta csak nyernek, és itt a lényeg, amit szeretnék mondani, ez nagyon fontos. A jelenlegi Békés Csabának a kerete, semmivel állománya, kerete, semmivel nem rosszabb, mint a Nyíregyházai. Tehát meg kell keresni a gondokat. A Józsinak meg innen is csak annyit, hogy szívből gratulálok a 60. születésnapjához, de ki hamarabb, ki előbb érje el azt a problémát, én azért javasolnék neki reggelente 1 szem kavintont. És akkor talán jobban tudna emlékezni a dolgokról, hogy mik történtek. Miért van az, hogy még ilyen hosszú idő távlatából is még mindig megemlítenek téged? Szóba kerülsz Békés Csabán. Megmondom őszintén, hogy én úgy gondolom, hogy ha sikerek lennének, és a csapat ott lenne a bajnoki címért küzdene, akkor minden feledésbe merülne. De azt nem tudják elvenni, hogy mi őszi elsők voltunk, mi a bajnoki címért játszottunk. Amikor eljöttem, akkor is a Pásztor Józsi maradt az edző. Egy pár mérkőzésen utána jött a Komjáti András, és azért most is tegyük hozzá, a vezetőedző most Komjáti András. A Pásztor Józsi szakmai igazgató, és itt megint hozzáteszem, mert nem tetszik a nyilatkozata a Józsinak, hogy a Józsinak az egy borzasztó kényelmes állás, ez a szakmai igazgató, mert tulajdonképpen semmilyen nyomás nincs rajta. Tehát ez a nyilatkozatokat nyugodtan lehet. Ő egy ikon Békés Csabán, én is azt mondom, szenzációs labdarúgó volt, le a kalappal, nekünk nem is volt, és nem is rossz a kapcsolatunk, de, mint ahogy javasoltam az előbb, egy kis kavintont, időnként azért oda kellene figyelni, hogy mit nyilatkozik. Zárjuk le ezzel akkor a Békés Csabát. Én szívesen lezárom. Fiatalok, Fradi edző nemrég azt nyilatkozta, hogy vannak ugyan tehetségek, de
szomszédos országokból is kellene néhány fiatal labdarúgót idehozni a Ferencvároshoz. Ugyanakkor nem is olyan régen, ugye a Pápaiak edzője egyik mérkőzés után eléggé kifakadt a magyar fiatal játékosokra, hogy nem jók, nem igazából úgy élnek, úgy játszanak, úgy szentelik az életüket a labdarúgásnak, ahogyan az elvárható lenne. Mi van itt a fiatal labdarúgók körül? Hát én úgy gondolom, hogy ha szakemberek nyilatkoznak, akkor biztos vagyok benne, hogy valószínű, hogy minden szakembernek a nyilatkozatában van valamennyi igazság, és van olyan rész, ami nem fedi a valót. Ugye azt mondja, hogy ez már nemzedékek nőnek fel, és újabb nemzedékek nőnek fel így. A Tóth Bálint ebben nem téved. Én teljesen egyetértek ezzel a problémával, mert nekem is megvolt a csapatom, Felcsúton is. Nagyon klassz srácokkal futballoztam együtt, nagyon klassz srácokkal. Tényleg nem véletlen volt talán, hogy sikerült azzal a korosztályon a bajnoki címet is megszerezni. És azt kell, hogy mondjam, hogy mindazok ellenére, hogy tényleg a legjobbak voltunk, nagyon kevés olyan labdarúgót tudnék mondani, pedig sok tehetséges gyerek játszott a csapatomba. Tehát én is így mondom, hogy tehetség, csak lassan már ezt a szót is kellene Magyarországon definiálni. Igen. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy akkor mi is a tehetség. De most ebben nem menjünk bele. Tehát sok ügyes, tehetséges labdarúgó volt a csapatomba, és mindezek ellenére nagyon kevesen játszanak belőlük, akár első osztályban, akár másodosztályban. De azt is hozzá kell tennem, amit az előbb akartam, hogy ne felejtsem el a fonalat, hogy azért nagyon kevés olyan játékosomat tudnám megnevezni, aki, ha elkezdjük szétbontani, hogy gyorsaság, technika, mentális felkészítés, agresszivitás, és hasonló sorolhatnám így sorba, hogy mindegyiknek megfelelnek. Tehát pedig ezeknek meg kell mindegyiknek felelni ahhoz, hogy válogatott szintű, esetleg Európa klasszis labdarúgó. Igen, csak mondjuk a Tóthban egyszerű példát is mondani, hogy edzéseken nógatni kell a mi gyerekeinket, és hogy látom rajtuk, azt mondja, hogy utálják az egészet, nyűg nekik a munka. Hát ez független a képességektől. Tehát ha már ez az alappal gond van, akkor mit kerestek ott a pályán az ilyen játékosok, illetve sajnos időnk rövid, meg ez hosszabb beszélgetést is megérne, hogy akkor miért csak beszélünk róla, hogy ilyenek, miért nem tudunk mi edzők, ti edzők tenni azért, hogy ne ilyenek legyenek a gyerekek? Én úgy gondolom, hogy továbbra is mondom, hogy itt nagyon komoly mentális problémák vannak a fiataloknál Magyarországon. Tehát voltak cikkek fél év ezelőtt, pár hónappal ezelőtt. Megjelent Nemzeti Sport egyik vezetőnek, a Vince Andrisnak egy cikke. Nagyon értelmes dolgok voltak benne. Aztán ehhez nagyon hasonló cikk a Szalai. Na de nem történik semmi. A Szalai, aki szintén egy olyan címmel emelt ki egy cikket az interneten, hogy a munka az nyűg. Igen. És ebbe levezette. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal nagyobb alázat kell a fiataloknak. De ha nincs meg bennük, akkor mit csinálnak? Otthonról, a szülőktől mást kellene hozni, nem pedig azt, amit hoznak. Jó, de... És én továbbra is azt mondom, bár most valami elindult az országban egy-két helyen, és ez nagyon fontos, amit most fogok mondani. Nemzeti büszkeség, önbecsülés, hazaszeretet, és ez mellett a ide csatornám zárójában, hogy klubszeretet, a négy nélkül nem lehet komoly teljesítményt leadni. Na most ezekben a dolgokban állunk nagyon gyengén. Nemzeti büszkeség, önbecsülés, hazaszeretet, klubszeretet, ez igazából nálunk valahol nem működik, hiányzik. Ezt kéne erősíteni akkor. Ezt mindenféleképpen, és még egyszer mondom, pozitívan látom, hogy ezek a kicsit nagy szavak, de a nevelésbe ezt bele lehet csempészni, és már otthonról kellene hozni és továbbvinni az akadémiákon mindenhol. Most már azért egy-két helyen ez megmozdul, és én nagyon bízom benne, hogy valami erőlépést fogunk tapasztalni, mert szükség lenne rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.
A Dino sporthíradó szakmai partnere.